Sziasztok bátyáim! Ezt a videót csak az nézze meg, akinek szőlője is van, vagy maximum az ismerősének van szőlője. Szabados Péter vagyok, a Péter Láncfűri szőlőbáruháztól. Tokaj hegyalján lakom, már mostan, hát van 8 éve is. Aztán kerti gépekkel foglalkoztam, és akkor bejött a nagy ötlet, hogy hát ha majd itt lakok, akkor miért ne forgalmazunk valami szőlővel kapcsolatos termékeket is. Úgyhogy ennek apropóján lesz az a videó elkészítve, és 2-3 termékkel lesz bemutatva, a Fenox és a Griple kiegészítők. A Fenox az én szőlészeti támrendszer és kiegészítője, a Griple is hasonló, illetve lesznek kötözős cuccok, meg meccollók, ágvágollók, ilyesmire gondoltam, és akkor, ha valakit érdekel ez a videó, akkor az maradjon velünk, a többiektől meg elköszönünk. Napá! Akkor kezdjük avval, hogy hát, hogyha valakinek van ilyen szőlészeti tevékenysége, akkor az nálunk Tarcolon fog minket megtalálni a Fő utca 25-ben, vagy a webáruházunkon is fent van minden termék, érdemes megnézni őket. Majd a leírásba betesszük a linket. Na, mivel kezdjük? Az, hogy ugye a szőlő támrendszereket kiszoktuk feszíteni valahogy a földhöz, és ehhez léteznek csigák. Hát van hagyományos Fenox csigaszár, csigával, ezt ugye le lehet fúrni, vagy speciális ilyen eszközemben be lehet fúrni a földbe, és akkor behúzza magával ezt a csigaszárat, és akkor ugye a légeredmény az lesz, hogy a földbe besüllyed ugye ide, és akkor kilóg a végén egy ilyen kampó, amiben be tudod akasztani a feszítő drótot vagy a láncot. Vannak ilyen láncok is. És akkor ebből létezik egy mások kivitel, egy erősebb. Valami oknál fogva én menetesen van ez megoldva, ezt még jobban is értem. Ezt rá van tekerve, és ugye ez le lesz hajtva, akkor ez így hasonló a szisztéma, csak ezt frigzgripnek mondják, ez egy ilyen menetes. Ezek voltak ilyen homokosabb, lazább talajokra, illetve valahol kötött talaj van, tehát itt jellemző tarcon is ez, ilyen kövesebb, akkor van ez a horgonynak mondott eszköz, aminek a belsejében van 3 darab ilyen alumínium, vagy inkább ilyen acélos drót. És akkor, hogyha a belsejét megütöm egy ilyen tengellyel, lesz egy ilyen kituló tengely. A röviddel csak beütöm a földbe, tehát így lesüljél a földbe, és utána küldöd ezt a hosszút, akkor a végén, a videóban fogjátok látni, kitolja ezt az acélt, és akkor egy ilyen kampószerű 3 acél lesz belőle, ami bebetonozza a földbe az egész dolgot. Ugye mit rögzítettünk, vannak ezek a támogatószerek, ezek ilyen 2,5 méteres oszlopok, vagy másfél méteres oszlopok, és ezeknek az összerakása lényegében ez a kiegészítők. És ugye van hozzá a hozal is, meg vannak ezek a feszítők. Hát nálam most egyenlőre tartsam, ezek a kiegészítők vannak, de bárkinek bármi kell, akkor szól és akkor intézzük. Hát ez volt a lánc, ami állítható, tehát szét is lehet szedni bárhol. Hát látjátok, hogy szét lehet szedni, és igény szerint hozzá össze rakni. Akkor ez az oszlophoz létezik kengyel, onnan indítom, az oszlopnak a külsejétől indítom. Ebből a kengyelből létezik faoszlophoz ilyen félkör, akkor meg létezik szögletes ezekhez a fajta oszlopokhoz. És akkor ide lehet mondjuk a láncot, utána a drótot kötni. Ha bejártottuk az oszlopot és akkor megjelennek a drótok. A feszítő drótoknak a távolságát ilyen, hát én távtartónak mondom, valószínűleg más nem van. Hát ebből több méret van, most ennyit tudok be. Maga a drótot, hát már feltettük, vannak feszítők. Ez úgy működik, hogy itt egy hosszú drót. Tehát feltekertem erre egy drótot, valahogy és akkor ez így beakad abba a hosszú drótba. Tehát a drótfeszítő, húzalvezető, faoszlopokhoz az ilyen kis hegyes. Tehát létezik ilyen uszök. Ez is, hogy a drótot be tudod a faoszlophoz szögelni. Illetve léteznek fakapcsok, ebből is létezik nagyobb is, meg kisebb is. Amikor még kicsi a szőlő, akkor még szokták a húzalakat egymáshoz összehúzni, akkor ilyen fakapocsal lehet. Ha már a két húzalat távolabb kell tenni egymáshoz, mert már terebélyesedik a szőlő, akkor kell neki a helyek, hogy ezek a nagyobb távtartók. Maga a feszítő drótokat meg lehet toldani, ehhez létezik egy ilyen kis két drót bele tud menni, és akkor ha ezt nyomódik, akkor ez egy ilyen drót, toldó, kapocsnak mondjuk. És annak az összenyomásához meg van egy erővágó, ami kimondottan arra való, hogyha ilyet akarsz összenyomni, az egy speciális szerszám kell, ezt is lehet kapni tarcon. Azért ez minden gazdának szokott lenni egy a garázsába, aki szőlővel foglalkozik. És akkor jön a kötözés, ugye kötözni azt ilyen tavaszi időben gondolom. Kötözéshez pedig tudok ajánlani ilyen Bindex kötöző zsinort, van létezik kisebb, vékonyabb. Ez gyümölcsfákhoz is jó lehet, de a szőlőhöz is. A kötöző zsinórból van ez a gumiscső, ugye ezt is szokták használni, illetve szalagos kötöző, ehhez léteznek külön szalagok, akkor ilyen kötöző drót, melyiket használja igény szerint. Akkor azt mondhatjuk, hogy bemutattam nektek most a Fenoxnak a kiegészítőket a távrendszerhez, és akkor bemutattam utána azt, hogy milyen kötözősi módszerek vannak. Most fog következni a szüret, szüretelő metszólóval kezdeném a metszóló bemutatását. Ebből létezik nálunk többfajta metszólós menüpontban. Ez egy picike, van lesz nagyobb is. Tehát vannak olyan hagyományos metszólók, aminek mondjuk azt mondjuk, hogy egy forestál, ez egy olasz metszóló, de van lőve metszólónk, amit nagyon szeretik az emberek, mert ez egy minőségi termék, tehát több 10 évre veszi az ember, hogyha használja.
Ez egy ilyen masszívabb, látjátok egész durva. Itt ez egy kicsit keskenyebb, ez a Löwe 11. Ez egy ilyen forgónyeles. Ez ugyanolyan vastag kofás, ez is forgónyeles. Egy Löwe 8-as. Jó, hát a metszőolajunkat nézzétek meg, mert nagyon sok fajta van. Ha valaki már megunta a kézzel való metszőolózást, vagy metszést, akkor vannak akkumulátoros metszőolók is. Abból most a legnagyobbat mutatnám meg. Ebből is létezik kisebb és nagyobb is. Ugye ez fel lehet csatolni egy akkumulátort a derekamra, kis táskával. És akkor ha bekapcsolom... A few moments later. Hát ez egy ilyen övrelkozhatós akkumulátoros metszőoló. Esetleg valaki nekem hozott vágókész, illetve áttételes, meg normál hagyományos ágvágóló. Karton Blast törzsvédő. Ez, hogyha azt akarjuk, hogy ne rágja meg a gyúnta szőlőnek a törzsét, vagy gyümölcsfának a törzsét. Ha valakit érdekelnek ezek a termékek, akkor kérem kattintson a leírásból lévő linkre, illetve ha közel laksz hozzánk, akkor tartsanak a Fő utca 25-ben szeretettel várunk minden hétköznap, délután 1-től 4 óráig törztök. És még egy ilyen törzstisztító kefével is beugrok ide a képbe. Ez egy törzstisztító kefe. Majd valaki megmutatja nekem, hogy kell használni egyszer, jó? Na hát akkor.